Das Dorjin, Édes új év, keserő bánat. A régi időszámítás szerinti 11. év 12. hónapjának 30. napján az ég tiszta volt, a nap ragyogóan sütött, valóban gyönyörű nap volt. Északon a hegyoldalban kagyló fehér hó csillogott, szélében a kopott, olvadó foltok olyanok voltak, mintha a téli hidegtől, sovány legelőtől legyengült, csontá, bőré fagyott csorda előmerészkedett volna, s farkát csóválva erre-arra kószálna. A csípős hideg megenyhült, látszott már, hogy közelít a szép tavasz. De hiába volt vidám, szép az idő. Cermá, a szolgáló leány, szíve szomorúságában, nagyokat sóhajtott a módos Dagdan udvarán. Szülei, szegény pásztorok, a három szép hegyek vidékén, lányukat a városba küldték Dagdanékhoz szolgálni. Gondolták, talán jobb sora lesz ott. Ennek immár három esztendeje. Elmondja-e a tenger sok munkáját? Elmondja-e a szigorúságát? Mióta idejött, Cermának nem volt percnyi pihenése, és teste lelke csordult telt szenvedéssel. A szonya közben hízott, éppen annyival, amennyivel Cermá soványabb lett. Különösen mostanában, fehér hónap, a holdó év és tavasz ünnepe előtt. Cermának még éjszaka is dolgoznia kellett. Húsos gombócot csinált, alvásra nem jutott ideje. Aztán meg éjszakákon át vart virradatig. Ma egész nap álom kerülgette, el-elbóbiskolt, kimerülten támolygott. Régen, még otthon, az ilyen sugaras, hegyvölgy havát, elolvasztó tavaszi, szép napon, kiült a jórta elé, játszadozott az újszülött bárányokkal, kisgidákkal. Ez jutott most eszébe, és hirtelen vágy fogta el. Megint otthon lenni, látni apját, anyját, Szülőföldjét, svágyakozása, mély szomorúságot oltott szívébe. Ekkor Dagdan felesége kijött hatos rácsfaló, tágas, fehér jurtájából. Szórós tekintetét cermára vetette, és pörölni kezdett. – Te fekete ördög! Hát nem mondtam, hogy rászt ki az ülőpárnákat, meg a szőnyegeket? Te meg mit csinálsz itt, pokolfajzat? – így ki az udvart. Hát nem tudott te barom, Hogy holnap fehér hónap első napja lesz? Virgácsával ráhozott a lány hátára, És fenyegető haraggal megállt mellette. Czermán nem ellenkezett, Módja se volt rá. Csak annyit mondott, Megfájdult a fejem, Csak kiszellőztettem asszonyom. szonyom. Aztán megfogta a szélesen terülő, Nehéz szőnyeget, de mert alig bírta fölemelni, csak a havon rázogatta. Ekkor a takaros, tavaly épített orosz ház ablakában megjelent Dagdán lánya, mi a dagmá. Fényes haját fésülgette, arcát risporozta, orcáját pirosította, ójonnan készült, barna zöld sejemköntösét próbálgatta. Fütyörészve, dódolgatva sétált fel alá, majd a kis szellőző ablakon kikiáltott Cermának. Ha látogató jön, a baloldali szobába vezest. Cermán hunyorogva nézte Miadagmá ragyogó köntösét, s egy pillantást vetett saját, rossz, rongyos gónyájára. Összemérte Miadagmá jósorsát a saját sanyarú sorsával, és szemében köncsillant. Elfordult, tovább rázogatta, Söpörte az ülőpárnákat, takarok porát, de bánata nem enyhült. Fehér hónap első napján gazdáim mincsejembe, brokádba öltöznek, sövegük dísze, hód, cubóiprém. Dúskálnak a sok jó ízű ételben, italban. Vidámak, boldogok. Csak nekem kell így élnem, álmatlanul, rongyosan, keseregve. De miért? töprengett, s hogy kérdésére választ nem talált, csak a reménység vigasztalta. Majd csak ráadják, mi a dagmá egyik régi köntösét. Mikor végzett a takarókkal is, a ház előtti szemetet trágyagyűjtő kosárba rakta, és hátára vette. Alig ért az udvar kapujáig, kintről kínai boltosok jöttek, fehér terítővel takart süteményt hordozva, ajándékkal megrakodva de azok is csak rákiabáltak, átkozták. Te vaksi, még rászórod a szemetet a finom édességre, te ostoba ördög! Ó, milyen sok ember uralkodott Cermán! Lerakta kint a szemetet, de mire visszajött, már mi a szólította. Önts ki a mosdóvizet! múltával tűzifát kellett fűrészelnie. Nem bírta egyedül, hát a kerítés résén át csültemet hívta, a jobb oldali szomszédok szolgalegényét, aki éppen lovatítatott. Szolgák lévén mind a ketten, Cermá és Csültem hamar szót értettek, megszerették egymást. Gazdáik azonban, akik szerint szolgának nem való a boldogság, szegénynek, minek a szerelem, csak csófolták, gyötörték, szitták, Becsmérelték a két fiatalt, és nem hagyták, hogy találkozzanak. Most is így lett volna, ha a kapun be nem lép valaki. Miatagmá az ablakból megismerte a legényt, akivel járt. Elész alatt, kézenfogva vezette, és hangosan nevetgéltek. Ahogy a ház felé mentek, meglátta Cermát. – Hát te meg mit keresel itt? – förmett rá gyűlölködve. Az anyja rögtön meghallotta, kicsapódott a jórta ajtaja, s az asszony a lánynak rontott. Te semmire kellő, hát még meg sem főrészeled azt a fát, te ördögfajzat! Szórta a szitkokat. Cermá ezúttal szerencsésen kivágta magát. Ha egyedül főrészelek, sokáig tart, más munkához alig jutok. Megkértem hát csültemet, hogy segítsen. Ez használt, a fontos munka. Akkor miért nem fűrészeltek már Egy-kettőre? Ripakodott rájuk az asszony, És bement a sátorba. Csültem végre átléphette Dagdanék aranyköszöbét. Az olvadozó, puha hó felett Cermá és csültem fűrésze Csikorgott, sikított, Hangja elkeveredett A három hóró gitár zenéjével, Mely a melegházban Miatagmá, meg a fiatalember ember nyomán támadt. És bármilyen szomorú is volt a fűrészt húzni, vonni a kinti hidegben, mégis valahányszor didergő ójukat a szájukba vették, lehelletükkel melengedték, milyen jól esett, hogy tréfával felettették, szóval enyhítették szenvedésük mélységét egyszer már elszámlálta, gazdái hány szép ruhát csináltattak, mennyi ízes ételt készítettek, de elpanaszolta saját nehéz sorát is. Csültem meg arról mesélt, hogy gazdái a pusztáról poroszka lovat, s még mi minden szépet hozattak, aztán elővet egy, ki tudja, milyen nehezen szerzett, könnyű sejemkendőt. Cermá jobban örült neki, mint miadagmá az új sejem köntösnek. Cermá és csültem szomorú szóval emlegették, milyen sok a munka fehér hónap előtt, szívtelen gazdáik, milyen rossz szemmel nézik szerelmüket, találkozásaikat. Közben be is fejezték a fűrészelést. Hirtelen esteledett, s még sok házi munka várt a leányra. Cermá elbócsózott től. Bement a sátorba. A házi oltár elé áldozati süteményt rakott halomba, egészen a tető tartó szorufákig. Ahogy a régi szokás kívánta, a háromlábú üstartó mellett jobbról-balról kövér hússal, gombóccal megrakott tálakat tett le. Azt a sok ételt mind cermák készítette. Gazdái új köntösben, ünnepi díszben, önfeledten zsibongtak. Cermá a tűzhelynél eszegetett. Kegyesen fölajánlották neki Miadagmá egy régi sejem köntösét. Cermá bizonytalankodva válaszolta, hogy majd holnap veszi föl, s félretette. Aztán elő-elővette csültemtől kapott kendőjét, megtörülte arcát. Meglátta ez Dagdán felesége, s mindjárt rátámadt. Honnan szerezted? Alig, hanem az ajándékok közül loptad. Szermának nehezére esett hazugsággal ráhagyni, hogy lopta. De ugyanolyan nehéz lett volna megvallani az igazat, Hogy csültem attal. Hát csak ült szóltlanul, S azt hajtogatta magában. Jaj, de nehéz is az élet. Ezen az estén a hold új évet köszöntötték, És se szeri, se száma nem volt a vendégeknek. Evésük, ivásuk, lármája – Nevetésük, vidámságuk zaja, majd szétfeszítette a jurtát. Csak cermá izzadt a tűzhely mellett, parancsokat lesve és egyre sóhajtozva. Éjjel nem aludt. Másnapra teát, ételt főzött. A szertartáson ünnepreggeli sétához gazdái holmiát készítette össze. Reggeltől az újra érkező vendégeket fogadta, este felé pedig megint nagy lakoma kerekedett. Még folyt a pálinka és a bor, a hegedű szó zene zsibongott. Cermá hol ennek a hányadékát takarította, hol annak vetett ágyat, és ismét elmúlt egy éjszaka. Folyton folyvást ételtek a napjai, de bármilyen fáradt volt is Cermá, senki sem könyörült rajta, nem volt menekvése csak magát emésztette hasztalan, szomorúsággal. Néha a kerítés résén át, szót válthatott csültemmel, ez volt egyetlen vigasza. Egyforma két esztendő múltán megint új év közeledett. Ki tudja, miért, Dagdanék megelégelték a várost, s elhatározták, hogy vidékre költöznek. Dagdan felesége kijelentette, hogy Cermát is magukkal viszik. Egy nap azonban eljött csültem, titokban kihívta Cermát. Itt az ideje, hogy hozzám jöjj, bizonygatta neki. Cermá nem fogta föl egészen a hallott szavak értelmét, de egyszerében nagy boldogság töltötte el. Kevés kedves holmiát gyorsan összeszedte, s átment csültem jurtájába. Dagdán felesége hiába szitkozódott, hasztalan átkozódott, semmit sem tehetett. Sültem sátra, igazán fekete és kopott volt, de Cermá benne benne tízezerszer boldogabban ébredt, mint Dagdán tágas jurtájában, ahol az ajtó félfánál aludt. Szándéka kedve szerint kelt, munkáját magának végezte, spihent, mikor pihennie kellett. Nem sokkal azután, hogy Cermá régi kedvesének az asszonya lett, ismét beköszöntött fehér hónap elseje. Cermá, mióta a városba jött, óesztendő éjszakáján, tavasz ünnep hajnalán, még sohasem aludt ilyen békén. Másnap korán keltek, nem öltöztek sejembe, brokádba, drága prémbe, csak egyszerű, de takaros, rendes ruhába.